Most az állattartás, a pásztorkodás világába szeretném kalauzolni a kedves nézőket. Három múzeumi gyűjteménybe tartozó kolomb és egy saját tárgy révén. Sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy főkolompos, meg azt a szólást, hogy aki felvette a kolompot, rázza. Mind a kettő ezekhez a tárgyakhoz vezet bennünket, amelyek nem olyan különlegesek, de manapság már tudjuk, hogy a készítésük nem is olyan egyszerű dolog, hanem egy mesterség tudománya volt, egy szakmai gyakorlat áll mögötte. A múzeumi tárgyak, ez a három nagyobb kolomb 1970-ben kerültek a gyűjteménybe. Ez egy nagyon fontos egysége a néprajzi gyűjteménynek, a 70-126-os tárgycsoport körülbelül 500 tárgyból áll, és két szakágnak az együttműködése eredményezte, ugyanis a néprajzkutató Szabó László és testvére a történész Szabó István gyűjtötték be a turkevei baloktanya teljes felszerelését. Ezt úgy kell érteni, hogy a szekértől szinte az evőkanálig mindent, ami a tanyai tárgy használatot jelentette. Ezzel a gyűjtéssel került be ez a három kolomb is a gyűjteményünkbe, és csak a hangjából lehet tudni, hogy összetartoznak, vagyis hogy egy nyáj számára készülhettek, vagy egy nyájban használták őket, és ezt csak erősíti, hogy valóban egy tanyáról kerültek a gyűjteménybe. A kolombkészítés rendszerint cigánykovácsok mestersége. Ez nem csak a kolombra igaz, hanem nagyon sok mindenre, ami a nyájban tartott állatokhoz szükséges, tehát a kolompon kívül a csengőkre, a juhászkampókra. A kolomb ezek közül mondhatni a legegyszerűbb eljárás eredménye. Amikor készítik, alapanyagul vaslemezt használnak hozzá, amit ki kell, hogy vágjanak olyan formára, amit itt lehet is látni, hogy össze kell az oldalán illeszteni. Ez az összeillesztés vagy forrasztás, vagy szegecselés, és ha elég nagy a vaslemez, akkor csak az egyik oldalon van, a másik oldalán elhagyható. Ennél a kolombnál nem volt elég nagy a vaslemez, össze kellett mind a két oldalon forrasztani. Ez a, mondhatni, a legegyszerűbb része a kolombkészítésnek. Ezt követi, ami a dolog lényegét adja, tehát hogy hangot tudjon kiadni. Az ütőjét bele kell szerkeszteni, és nem áll meg magába, hanem helyet is kell neki csinálni, amire ráakad. Ennek az ütőnek már hosszúságban, erősségben alkalmazkodnia kell a kolomb formájához, tehát se túl hosszú, se túl rövid ne legyen, és ott kell hangot adnia, ahol az a legszebben szól. A kolombnak egy kicsit tompább hangja van, nem kicsit, sokkal tompább hangja van, mint a csengőnek, de nagyon jó jelző funkciója van. Miután ezt is elkészítették, nem együtt folytatódik a kolomb története, hanem elválik az ütő a kolomb testétől, ugyanis ez még ezzel nincs készen. A fülét ráteszik ugyan, ráforrasztják, de ezután következik a kolomb égetése. Ez nem látszik ezen a berozsdásodott kolompon, hogy milyen réteg is van rajta, de látszik egy másikon, ami a saját kolompom, és 2003-4 körül készült a gömöri szilicén, a Bastyú család munkáját dicséri kolombkészítő szilicei családról van szó. Tehát a készítés menetében, mikor készen van a test, az következik, hogy apróra tört részdarabokat raknak a kolompra, és ezen szépen látszik a sárga felület, hogy alatta van egy másik. Hátoldalán látszik, hogy mennyire szürke, és itt-ott megvillan a sárga rész. A 2000-es években ezek a szilicei mesterek töltényhüvelyt használtak ehhez, hogy ráolvasszák. Miután rárakták egyszerűen, mind a két oldaláról belülről is, meg kívülről is betapasztják agyaggal a kolombot, és így égetik ki.
Így kap értelmet az égetés folyamata, hogy a rezet olvassza rá a kolombtestre. Ettől lesz szép sárga, és utána megcsiszolják, ennek szintén látszanak itt a nyomai, hogy egyenletes és sima legyen a felülete. És utána kapja vissza az ütőjét, amitől a hangját adja, amivel a hangját adja a kolomb. Nagyon messzire vezet a készítés történetének ez a része, hogy agyaggal égetik, kemencében égetik, mint a cserépedényt, és agyag kell hozzá, mint a cserépedényhez. És ez nagyon sok mindenre rá is világít, ugyanis a 18. századtól kezdve utalnak arra források, meg konkrétan említik is források, hogy az Alföldön, tehát itt Szolnok környékén és a Nagykunságban is a legnépszerűbb a jósvai kolomb volt, ami ugye Felföldön van, és elég sok kilométerre van innen, tehát távol van, és ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a rész sem olvad meg akármilyen agyagban. Annak az agyagnak valamennyire tűzállónak, hőállónak kell lennie, viszont el kell, hogy váljon a résztől, nem magába olvassza be, hanem a kolompon maradjon, és ez a titka, meg ez a magyarázata annak, hogy a Gömörszepesi Érchegység környékén kellett lenni annak az agyaglelőhelynek, amely erre alkalmas agyagot adott. Ez a magyarázata, hogy nagyon sok kolomb az Alföldön is a Felföldön készült, mint a múzeumi gyűjtemény darabjai is. Amikor ezzel megvan a kolombkészítő mester, persze, hogy mikor veszi ki a kemencéből, mikor hagyja a tüzet kialudni, ezek olyan szakmai titkok, amelyeket nem árulnak el gyűjtőknek se, néprajzosoknak se, tehát amikor megvan az égetéssel, akkor tulajdonképpen a mesterség lelke következik, bár az égetés is nagy szakmai titok. Az adja meg ugyanis a kolombnak az értékét, hogy milyen hangja van. Ez a hangolás soha nem úgy történik, nem úgy hangolják be, hogy egyenként, hanem sorozatot készítenek, egy-egy sorozat kolombot, mert hogy a nyájban nem csak a fő kolompos, nem csak a vezérállat kell, hogy kolompoljon, hanem nagyon jó, hogyha még 2-3 másik is, mondjuk a nehézeset, a csavargó, és azt külön kell hallania a pásztor fülének, hogy merre megy a nyáj, és merre van a csavargó, ott van-e vele, vagy nincs. A hangközeik nagyon érdekesek, ez a sorozat. Szépen játszik együtt. Ez a kicsi kolomb, nagyon éles hangú, de nem illik össze ezzel a másik kisebbikkel, hiszen nem is oda készült. Nos, amikor összehangolják a kolombkészítők a sorozatot, vagy terc, vagy szekund hang köz van a kolomb hangja között, még akkor is, ha ezt mi zeneileg nem halljuk kifogástalanul. Mikor pedig a pásztorok megveszik, akkor úgy próbálják ki, hogy ők megint a saját fülükhöz igazítják, és úgy válogatják össze a készletüket, hogy elmennek a kolombkészítőhöz, és mondjuk egy délelőttöt arra szánnak, hogy összeszednek egy sorozatot, ami nem biztos, hogy a kolombkészítő sorozata lesz, hanem már az övék. És akkor úgy próbálják, mintha bárányok lennének ők maguk is, tehát nem így rázzák meg, hanem a föld közelében, ahonnan a hangot akkor kell hallaniuk, amikor a nyájat hallgatják, hogy merre jár. Tehát ez a mesterség ismét csak olyan területre vezet bennünket, hogy minden tárgy mögött van egy hosszú történeti folyamat, emögött az van, hogy a vásárok, piacok nem véletlenül alakultak ki, nem véletlen dolog az, hogy valamilyen tárgytípust honnan szereztek be, hanem nagyon racionális okok vannak mindig mögötte. A kolomb mögött éppen ez, hogy szükség volt rá, hogy a Nagykunság, az Alföld közepe nagy állattartó is volt, és nagy állatokhoz is használták, meg birkákhoz is, ugye az is nagyon elterjedt, és az agyag miatt mégis kénytelenek voltak más tájegységről, más vidékről beszerezni, ugyanis a természeti adottságok diktálták, hogy erre alkalmas környezet ott volt.